Egyre több menekült érkezik Ukrajnából Magyarországra, sokan úgy is útra kelnek, hogy a harcok még nem érték el a lakóhelyüket. A határon rengeteg önkéntes dolgozik, ők arra törekednek, hogy a menekültek megfelelő ellátást kapjanak. A Magyar Vöröskereszt egészségügyi sátrakat is felállított 3 határmenti településen. Egyre több menekült érkezik az ukrán-magyar határra Bereg-Suránynál. Ez a terhes asszony 6 kisgyermekével érkezett hazánkba. Egy ukrajnai kis településről indultak el, csak néhány tömött bőröndöt hoztak magukkal. Nálunk még nem voltak harcok, de biztosak vagyunk benne, a mi kis településünket is hamarosan elérik a bombázások, és ezt már nem akartuk megvárni. Most Ciprusra megyünk a rokonokhoz, mondja ez az ukrajnai asszony. Nagyon sokan éjjel érkeztek meg a határra, több menekültnek annyi ideje sem volt, hogy az iratait magával hozza. Útlevél vagy személyigazolvány nélkül vágtak neki az útnak. Most ezek pótlása is hatalmas terhet ró az önkéntesekre. Ez azért is fontos, mert vannak közöttük, akik néhány nap után szeretnének visszamenni a határ ukrán oldalára, viszont idefele jövet át tudtak még jönni papírok nélkül, visszafele viszont szükségük lesz az okmányokra. A Vöröskereszt 3 határmenti településen egészségügyi gyors beavatkozó sátrakat állított fel. Bármilyen típusú egészségügyi ellátást tudunk biztosítani, a gyógyszereléstől kezdve a betegvizsgálaton keresztül a bármilyen ellátásig. Súlyosabb esetekben az országos mentőszolgálat azonnal a legközelebbi kórházba szállítja a betegeket. Záhonyba és Bereg-Surányba egy amerikai cég egy debreceni étteremmel közösen úgy döntött, hogy Lengyelország és Szlovákia után a magyar határra is egy mobil éttermet telepít, hogy meleg ételhez jussanak a háború elől menekülők. Mi nagyon keményen dolgozunk itt egész nap, úgy döntöttünk, jövünk és segítünk. Hoztunk vegetáriánus ételt és marhából készült finomságokat. Mi addig segítünk, amíg kell, mondja ez az amerikai férfi. Továbbra is rengeteg önkéntes van az ukrán határon. Céljuk, hogy minden menekült megfelelő ellátást és segítséget kapjon.